Így szól az árvaképek kezdő mondata. Tamást, ahogy a regények kezdő mondatát, idővel mégiscsak elfelejtették. Van-e felejthető ember? Ez az alapkérdése Gerőcs Péter Árvaképek című regényének. A válasz, hogy mindnyájan felejthetők vagyunk, de nincs. Nincs felejthető ember. Az egy másik kérdés, hogy mindannyiunkat elfelejtenek, de felejthető ember nincs, nem létezik. Tulajdonképpen számomra ez a mondani valója az árvaképeknek. Ezzel azt is mondom persze, hogy az árvaképek egy olyan regény, aminek mondani valója van, ami kicsit talán iskolásan hangzik, viszont számomra nem regény, aminek nincs mondani valója. Természetesen főhős is van, Tamásnak hívják, fotóművész, és megküzd valamivel, ami nem más, mint a felejtés. Mint minden valamire való regényben, az árvaképekben vannak titkok, egy nagyobb részükre fény derül, más részükre, mint minden valamire való regényben nem derül fény, és van főtitok is, van melléktitok is, talán nem spoiler, ha azt mondom, hogy a főtitokra